A második Arbofesten számos állattal találkozhattak a természet szerelmesei és a gyermekeknek szóló bábszínházi előadásoktól, a főzőversenyen át, a koncertekig mindenki megtalálhatta május 23-án és 24-én a számára megfelelőt. A megnyitón Hatvani Miklós, Isaszeg és Gémesi György Gödöllő polgármestere megköszönte a fesztivál szervezőinek, hogy élettel töltik meg az arborétumot, és vázolták azt az összefogást, melynek keretében létesül egy új tó, 36 kilométernyi hegyi kerékpárút, 27 természeti bemutatótér, vadaspark és még sok más turisztikai látványosság. A Pilisi Parkerdő, az egyetem, város, a ATK munkatársai és még sokan mások voltak együtt, és annak a elképzelésnek a felvázolását fogták össze, ami többek között az arborétum későbbi hasznosítását is, fejlesztését is magába foglalja. Ez egy fantasztikus nagy program. Ha összetudunk fogni, és ezeket az elképzeléseket valóban egy jó megvalósíthatósági tanulmány formájában le tudjuk tenni az asztalra, akkor hihetetlen tárlatok nyílhatnak meg ennek a gyönyörű, szép természetvédelmi környezetnek a hasznosítására. Az Arbofest egy olyan motorja ennek a beruházásnak, melynek sikere mutatja, hogy érdemes ezt a nagyszabású programot véghez vinni, mert van érdeklődés, már a két városon kívülről is, a turisztikai területről. A fesztiválon számos civil szervezet is bemutatkozott, és a gödöllői városrészi egyesületek képviselői, valamint a polgármesterek és a parkerdő képviselője egy-egy fát ültetett el. Nem csak ügyességi játékok vagy kézműves foglalkozások színesítették a programot, de az árnyas fák alatt neves művészek képeiből álló kiállítás is megnyílt.